Úgy gondolom, hogy sikerült összeállítanom az eszközöket, amiket szeretnék bemutatni, illetve amikkel kísérletet szeretnék végrehajtani. A címe az előadásnak a Föld mágneses védőpajzsa, hogy miért fontos ez nekünk, ezt egy előzetes bevezetés után majd eléjük fogom tárni, de én úgy gondolom, hogy nagyon sokan tisztában vannak azzal, hogy ennek a védőpajzsnak, ami védi a Földet, a földi élővilágot, annak nagy fontos szerepe van, és nagyjából mindenki tisztában van vele, hogy mi ez a mágneses védőpajzs. Hát talán előzetesen annyit hadd mondjak el, hogy maga az előadásnak van egy menete. Körülbelül ezek a fél vagy főcímek mellett ezek a alcímek lennek. A földmágnességet bemutatnám röviden, az, hogy miért is mágneses a Föld, mi az, hogy inklináció, deklináció, mi a hatása a mágneses mezőnek a földi élővilágra, és a legfontosabb alcím természetesen a mágneses védőpajzs és annak a élővilág védelme. Majd egy érdekes, ma felröppent, nem túl régen, de nagyon fontos hír, hogy a Föld mágneses tere az meg fog változni várhatóan, és ez milyen következményekkel jár. Mindenek előtt nézzük akkor, hogy lehet, hogy egy kicsit elnyújtott a vetített kép, de alapvetően nem lesz vele probléma, mert kicsit hosszabb, de a lényege ugyanaz. A Föld mágnesességét már korábban, még talán a kínaiak valamikor időszámítás előtt, nem is tudom hány ezer évvel észlelték, és ennek tudtával olyan iránytűt szerkesztettek, amely mutatta a földi északi-déli irányt. Ami fontos nekünk, és talán érdekesség, hogy a Föld északi pólusa az mágnesesség szempontjából a Föld déli pólusa. Hogy miért van ez? Az iránytűnek azt a végét, azt a oldalát, amelyik észak fele mutat, azt nevezték el északi pólusnak. De tudjuk, hogy a mágnesesség az úgy működik, hogy a mágneses pólusok, ha mondjuk két mágnesről van szó, akkor az azonos pólusok taszítják, a különböző pólusok pedig vonzák egymást. Na most, ha a Földnek van egy mágneses pólusa, és odafent az északi sarkon északi pólus lenne, akkor a iránytűnek nem az északi, hanem a déli pólusát vonzaná. Tehát elnevezés és elhatározás kérdése, hogy mit nevezünk északi, mit nevezünk déli pólusnak a Föld esetében. Nyilvánvaló, iránytűnek azt a pólusát, ami észak fele mutat, a földrajzi északi pólusa felé, azt elnevezték északi pólusnak, ezért nyilván a Földnek ott a déli pólusa található. Ezzel a kísérleti eszközzel majd még be fogok mutatni valamit, de azt szeretném, hogy azt lássuk, hogy a maga a iránytű az nem feltétlenül szükséges, hogy ilyen könnyű kis ből legyen összeállítva, hanem ha rátesszük a könnyen forgó helyre, mondjuk ráteszem erre a üveglapra, óraüvegnek nevezzük, akkor az is már beáll észak-déli irányba. Ha egy mágnes udat felfüggesztek, természetesen az is. Ha ezen túl vagyunk, akkor nézzük, hogy a Föld mágneses tere az miért alakult ki és hogyan alakult ki. A Földnek a mágneses tere, ha megnézzük a
eszközünkkel, tulajdonképpen egy iránytűvel, akkor azt tapasztaljuk, mint amit az előbb elmondtam, hogy észak fele mutat az iránytű északi pólusa, így a elképzelésünk az, hogy a Föld belsejében is egy mágnes súlyhoz valami hasonló tulajdonságú akármi lehet. De hogy mi ez a valami, az már is a mai kutatás alapján meg tudjuk mondani. A Föld belső szerkezete úgy néz ki, hogy legbelül van a szilárd magma, utána egy lágyabb, folyékonynak mondható réteg következik, és a Föld kérge, ahogy forog, ez a belső rész, ez nem ugyanakkor a szögsebességgel forog. Ezt nevezik dinamó hatásnak. A dinamó hatás pedig az örvénylő vas és nikkel, folyékony nikkel részben mágneses séget okoz, és ez a mágnesesség okozza végül is a Földnek a mágneses pólusát úgy, mint ahogy az előbb ezt már említettem, hogy mintha egy rúdmágnes lenne a Földbe elhelyezve. De majd később látni fogjuk, hogy ez fontos, hogy hogy van elhelyeződve a mágnes rúd a Földben, a képzeletbeli mágnes rúd, illetve mekkora hosszú ez a mágnes rúd, ez a virtuális mágnes rúd. Ezen túlhaladva épp az inklinációs deklináció problémáját vetítettem föl az imént. A baloldali ábrán azt láthatjuk, hogy a képzeletbeli mágnes rúd ott van a Föld belsejében, és ha az iránytűt itt körülbelül a 45. szélességi fokon elhelyezem, akkor nem a Föld felszínével párhuzamosan fog állni az iránytű, hanem megbillen és egy kicsit előre az északi sark fele mutat. Ha az iránytűt elhozom a egyenlítőre, abban az esetben vízszintesen fog állni. Gondolom, hogy sok mindenkinek van otthon iránytűje, és ezt az esetet nem igen tapasztalták. Ez azért van, mert az északi féltekére másmilyen iránytűt gyártanak, mint a déli féltekére. Az északi féltekére olyan iránytűt gyártanak, hogy mechanikailag, ha mondjuk ez az iránytű, mechanikailag a déli pólusa nehezebb legyen, tehát abba az irányba forgató nyomaték hason, az északira pedig kevésbé. Így a mágnes tű, az gyakorlatilag itt a 45. szélességi fokon is vízszintesen fog állni. De van egy olyan iránytűm, amelyikkel bemutatható ez az effektus. Tehát ez az inklináció effektusa. Az iránytű az, hogy mindenki lássa, itt van a kengyelben elhelyezve, alatta van egy keret, ami tulajdonképpen a fokokat mutatja, de ez nekik most nem fontos. Úgy állítom be az iránytűt, hogy észak-dél irányba megnyugodjon, és ebben az esetben elkezdem forgatni úgy a kengyelt, hogy a kengyellel egy irányba legyen a tű. Most ez az észak-déli irány. Most meg tudom azt csinálni, hogy elforgatom 90 fokkal magát a kengyelt. És nem vízszintesen áll az iránytű. A felém eső közelebbi vége, ez is tudom fordítani egy kicsit, ez az északi pólusa, ez lefele mutat. Úgy, ahogy a rajzon is látható, hogy minél közelebb vagyunk az északi pólushoz, annál inkább lefele billen az iránytűnek az északi fele. Ez az inklináció esete, de mint mondom, az iránytűket úgy gyártják, hogy lehetőleg az északi féltekén vízszintes legyen. Mert ha elmegy egy turista egy dobozolt iránytűvel, akkor esetleg surlódni fog a tűje a dobozban, és ez ugye nem jó. Az inklináció esete az tehát úgy áll fönt, hogyha lemegyünk az egyenlítőre, akkor ott vízszintesen áll az iránytű.
ha egy ilyen iránytűvel megyünk, és ahogy megyünk az északi sark fele, egyre inkább lebillen, majd amikor elérünk az északi mágneses pólusba, ott függőlegesen lefele fog mutatni az ilyen iránytű. Nyilván a zárt tájolók, amikkel haladunk, és a turista célokra használják, azoknál ez az effektus így ennyire nem áll elő. A másik a deklináció kérdése, hogy ha egy iránytűnek nézem a beállítását, hogy merre van észak, akkor nem a földrajzi északba fog mutatni, hanem a sarkon levő mágneses észak fele. Ez eltér a kettő egymástól, körülbelül 11 fokkal differál a kettő. Tehát ha elindulunk az iránytű segítségével, és az iránytű, ez az általam bemutatott inklinációs, deklinációs iránytű, ez függőlegesen fog állni, akkor az északi mágneses sarkon vagyunk, akkor még egy jó darabig mehetünk, ha a földre az északi sarkot el akarjuk érni. A mágneses tér élővilágra való hatásáról kellene beszélni, nem sokat, de mindenképpen megemlítek egy olyan kísérletet, ami teknős békákkal történt. A teknős békák a mesterségesen kialakított mágneses mező hatására a mágneses mezőnek megfelelő irányítottságában haladtak előre. De ha megnézzük a földrajzi helyeit, akkor és a kutatóknak a megállapításait, a vizsgálatait, a kutatásait, akkor erre a tapasztalatra jutottak ők is, és kimondhatjuk, hogy a teknős békák, ahogy kikelnek a tojásból és bemennek a tengerbe, akkor nem akármerre mennek, nem az a cél, hogy minél mélyebbre, hanem egy bizonyos mágneses irány segítségével tájékozódnak, illetve a mágnesség segíti őket abba az irányba, ahova genetikailag rejtetten nekik el kell jutni. De nem csak a teknős békák, hanem a föld mágneses mezejét, irányítottságát használják ki más állatok is, így nagyon sok madár. Ott vannak a költöző madarak, ott vannak például a galambok, valami olyan szerkezet van az agyukba, giroszkópnak is nevezhetnénk, de ez egy mágneses tulajdonságú, valamilyen jelző szerkezet, hogyha elviszik több száz kilométerre, akkor is visszatérnek arra a helyre, ahol felcseperedtek, ahol felnőttek. A mágneses tér a Föld különböző pontjain azért eltér a pontos észak-dél mágneses iránytól. Ezeket anomáliáknak nevezzük. Ha nincsenek idősebb látogatóink most itt, de aki katona volt valamikor, és a katonaságnál kitanulta a lövészetet, a lövegekkel történő lövészetet, az nagyon jól tudja, hogy egy löveggel a több kilométerre történő belövésnél iránytűt használnak. A térképen meg tudják állapítani, hogy hova kell a lövedéknek eljutni, és megnézik az iránytű segítségével, hogy merre kell a lövegnek, mármint az ágyúnak a csövét állítani, és ezután előveszik az ottani térkép szerint meghatározott anomáliát, és még egy korrekciót hajtanak végre, mert különben mellé megy a lövedék. Persze azt tudjuk, még a világháborúk emlékeként, legalábbis írásos emlékeként, hogy voltak olyan ágyuk, már a németek kifejlesztették a Nagy Bertát, amelyik 100 kilométerre is elhordott. Na most ott hiába állították be ezt az ágyút úgy, hogy mágneses anomália meg egyebek. Itt inkább a lövedéknek a forgásával kapcsolatos problémák léptek fel. Ehhez be tudok mutatni egy kísérletet. Ez nem mágneses, hanem ha már szóba jött a lövedéknek a forgása,
akkor el kell mondani, hogy amikor a lövedéket kilövik az ágyú csövéből, meg a kisebb tűzfegyvereknek a csövéből, a lövedékek forognak. Azért, hogy ne kóvályogjanak. Forognak, tehát van egy impulzus momentumuk, így mondjuk, és megtartják az impulzus momentum szerinti forgásirányukat, pörgésirányukat. Ugyanígy vannak az űreszközök is. A Hubble űrteleszkópról mindenki hallott már. A Hubble űrteleszkóp, amikor beállítják egy adott irányba, mondjuk egy nagyon-nagyon távoli, több milliárd évre, illetve fényévre levő csillag irányába, akkor ahogy kering a Föld körül, nem úgy fordul, ahogy a Föld görbülete mutatná, hanem mindig egy irányba mutat, így kering a Föld körül. Tehát ha ráállították egy adott irányra, akkor az mindig onnan veszi a jeleket. Csak kitérve, volt egy olyan mérés, vagy egy olyan fényképezése a Hubble űrteleszkópnak, beállították az égboltnak arra a részére, ahol semmit nem láttak korábbi távcsövekkel. Több napos expozíció idővel dolgoztak, és amikor a felvett képet megnézték, akkor látták, hogy rengeteg számtalan galaxis van azon a részen, ahol eddig semmit nem láttak. A Hubble űrteleszkóp már több millió fényévre ellát. Ez azt jelenti, hogy az onnan jövő fények azokat tudja venni a Hubble űrteleszkóp, olyan jó a felbontása. Na de térjek vissza a kerekes kísérletre. Ha ezt a kereket megforgatom, akkor ennek a keréknek van egy úgynevezett impulzus momentuma. Az impulzus momentum az vektor mennyiség, tehát ezt az impulzus momentumát meg kellene, hogy tartsa a kerék. Ha alátámasztom az egyik kezemmel a tengelyt, és elengedem, akkor lebillen. De ha most megforgatom erősen, és most támasztom alá, akkor nem esik le. Igaz, hogy forognom kell, mert egy bizonyos forgás impulzusa is van ennek a keréknek, de nézzük meg, hogy nem akar leesni, tehát megtartja az impulzus momentumát bizonyos irányokba. Az, hogy közben az impulzus momentum körbe forog, az abból ered, hogy én adtam neki egy forgási energiát. De ezt most nem részletezzük, de se akartam mutatni, csak ha már erről beszélek, akkor miért ne. Kísérleteket kellene bemutatnom a meglévő eszközeimmel, és itt a legelső talán az a kísérlet lesz, ami egy iránytűnek a viselkedését mutatja be. Annyiféle mágnesem van nekem itt, és erősebbnél erősebbek. Az egyik legerősebb mágnes most a neodím mágnes. Ez az iránytű azért jó, mert jó nagy méretű. Ha távol teszem a többi mágnestől, akkor nagyjából mondhatni, hogy beáll észak-dél irányba. Az előbb már láttuk, hogy az iránytűnek a felém közelebb eső vége billen lefele, tehát ennek az iránytűnek is ez a északi része a fehér. Ezt azért mondom el, mert most egy olyan kísérletet végzek, amivel az iránytűt meg tudom bolondítani. Veszek egy kis erős mágnest, ez nem neodímium, ez egy egyszerű szamárium mágnes, ez is elég erős, talán sikerül ezzel is megváltoztatnom a viselkedését. Hogy milyen viselkedését, ezt rögtön meglátjuk. Fogom a mágnest és elrántom a iránytű előtt. Többször is. Na nézzük, hogy történt-e valami változás. Nem, mert ugye maradt a fehér az északi, de lehet, hogy... Nem voltam elég erőteljes a kísérletezés során. Vagy nem elég erős a mágnes. Nem ezzel van a baj.
nem elég erős a mágnes, hogy fogok egy másik mágnest, egy ez egy neodímium mágnes, hogy bemutassam a hatását, ahhoz egy vasdarabra lenne szükségem. Alig bírom leszakítani róla, vagy bemutatok egy másik neodímium mágnest. A szemüvegtokomba tartom, ami szintén ferromágneses lemezből készült. Ez két neodímium mágnes. A sérülésem ebből fakadt. Ha azonos pólusokat szeretném összenyomni, ez szinte képtelenség. Nagyon nagy erő kellene hozzá, de nem is próbálkozom, mert biztos, hogy nem sikerülne. Ez a mágnes, tehát egy nagyon erős mágnes, és talán ezzel a mágnessel sikerül megbolondítani az iránytűt. De mit is jelent ez a megbolondítás? Rögtön látni fogjuk. Hoppá. Na nézzük, hogy történt-e valami. Igen, megtörtént, amit vártam. Tehát ami miatt a neodímium mágnessel végeztem valamit, az iránytű megváltoztatta az irányát. Most a piros mutat észak fele. Ezt azért mondom el, mert vigyázni kell, oda kell figyelni az otthoni tájolóinkra, ha elmegyünk kirándulni. Ellenőrizni kell, hogy tényleg észak-dél fele mutat-e, illetve az a vége mutat-e északra, amit tudtunk, hogy az az északi vége az iránytűnek. Korábbi iskolai tanításomból emlékszem arra, hogy vásároltunk tanuló kísérlethez 30 darab iránytűt. Hát akkor még nyilván nem ismertem annyira a mágnestüknek a viselkedését, és bespájzoltam egy polcra mind a 30 darab iránytűt. Amikor tanuló kísérlet következett, kiosztottam a gyerekeknek, és na hát melyik vége mutat az iránytűnek északfele, az egyik gyerek azt mondta, hogy a piros, a másik azt mondja, hogy a kék. És tényleg az iránytűk megváltoztatták az irányultságukat, mert sok iránytű együtt olyan mágneses hatást kaptak, mint itt a neodímium mágnestől a itteni piros-fehér iránytű. Tehát meg lehet változtatni az iránytűnek a mágnesezettségét. Ennek nagyon fontos szerepe van, majd az utolsó napirendi pontunknál, de nézzük meg, hogy a Földnek a mágneses mezője hogy is néz ki. Ezek a vonalak, amiket látunk jobb meg bal oldalon, ezek a mágneses erővonalak. Azt is szoktuk mondani, hogy ezek a mágneses B vonalak, indukció vonalak, és ahogy nézzük őket, látom, hogy a déli sarokból indulnak ki a vonalak, az irányítottságuk és az északiba mennek. A mágnes esetében, mondjuk a mágnestű esetében, az ábrával összhangba próbálom, ha ez az északi a piros, akkor a pirosból indulnak ki a indukcióvonalak, és a déli pólusba érkeznek meg. Természetesen a Földnél ez azért van így, mert mint tudjuk, a déli pólus a mágneses északi pólusa a Földnek. A ritkasága, a sűrűsége ennek a mágneses erővonal rendszernek, az, ha kifele megyünk, akkor ritkulást tapasztalunk, ahogy közelítünk a Földhöz, ott pedig sűrűsödést tapasztalunk. Ez az erősségét adja meg. Tehát, hogy mennyi erővonal halad át bizonyos egységnyi felületen, az adja meg, hogy milyen erős ott a mágneses tér. Ennek a mágneses térnek irtó nagy szerepe van az élő világnak a védelmében. A következő dián azt láthatjuk, hogy amikor a világűrből vagy a napból jön a részecske sugárzás,
akkor ezt a részecske sugárzást, ez a mágneses mező, ez a védő pajzs eltéríti. Tegyük fel, hogy a nap abból az irányból küldi az elektronokat és a protonokat, ezek tudjuk elektromos részecskék, és ahogy jönnek a napból ezek a részecskék, ezekre a mágneses erővonalakra úgy szoktuk mondani, hogy felcsavarodnak. Ez a Lorentz erő hatására van. Ahogy a mágneses mezőbe beér egy részecske, egy elektromosan töltött részecske, akkor eltéríti. Ez az eltérítés azért ad két mezőt, egy lilát, meg egy kéket, mert a kisebb tömegű részecskék, az elektronok, azok itt a lilában már megsemmisülnek, a protonok pedig közelebb jutnak a Földhöz, és egy következő övezetben semmisülnek meg. Ez a megsemmisülés, ez természetesen azt jelenti, hogy nem úgy semmisül meg, hogy nem lesz belőlük semmi, hanem úgy, hogy a mágneses erő eltéríti őket, vagy kör alakú pályára jönnek a mágneses mezőben, vagy pedig spirálisan valamelyik mágneses sarokba haladnak befele. A levegőbe érintkezve, a levegőbe bejövve ezek a részecskék elveszítik az energiájukat, és meg így semmisülnek meg, és ott valamilyen molekuláris alkotásban vesznek részt, tehát valamilyen molekulák lesznek, a levegőben levő molekulákat ionizálják. Ennek az ionizálásnak van szerepe azokban a látványokban, amit északi fénynek nevezünk. A déli póluson is van fény, azt déli pólusi fénynek nevezzük. Rögtön mutatok majd néhány képet, de vissza kell még térni arra, hogy ezek az övezetek, ezek az úgynevezett Van Allen-féle övek. A protont felfogó vagy eltérítő öv az olyan 6000 km távolság lehet a Földtől, a elektronokat felfogó terület vagy öv, az pedig kb. 12-15 ezer kilométer távolságra van a Földből. Amikor egy űrhajó kering a Föld körül, akkor vigyázni kell arra, hogy űrsétára ne menjenek ki az űrhajósok ott, ahol éppen ilyen Van Allen övezet van. Mert ott nagyon besűrűsödnek az elektronok a külső részen, és a protonok a belső részen, és ott egy úgynevezett elektromos töltött hálóba kerülnének, ami nagyon veszélyes lenne, mert nagy energiájuk ezek a részecskék, még akkor is, amikor már itt befogta a mágneses mező azokat. Egy nagy sűrűségű, elektromosan töltött részecskékből álló mező van. De mivel elég messze van ez 6000 kilométerre, nem sok űrhajót vagy űrhajóst zavar ez, mert az űrhajósoknak a űrhajó keringési távolsága azért nincs ilyen távol. A nemzetközi űrállomás az olyan 360 kilométerre lehet a Föld felszínétől. Azok az űrhajók, amik mondjuk meteorológiai műholdak, vagy mondjuk a Hubble űrteleszkóp, azok már magasabban, távolabb vannak a Föld felszínétől, de abban űrhajósok nem igen vannak. Viszont amikor a Hubble űrteleszkópot szerelték az űrhajósok, akkor nem mindegy volt, hogy mikor mennek ki a szereléshez, mert ott már egy ilyen záporba, egy ilyen részecske sugárzó záporba belekerülhettek volna. Egy fehér képernyőt látunk. Ezt azért hoztam létre, hogy vizsgáljuk, illetve próbáljuk demonstrálni, bemutatni azt, hogy hogyan történik ez az eltérítés. Ehhez különböző mágneseket fogok most felhasználni. Például ezt a viszonylag gyengébb mágnest, meg egy patkó mágnest. Ez a gyengébb mágnest, amikor ráteszem a képernyőre, akkor a képernyőn ilyen, hogy mondjam, esztétikailag is élvezhető képet ad, mutatván azt, hogy ez a, otthon
kísérletezzenek vele, mert ilyen tarka lesz a képernyő, de van egy úgynevezett lemagnetizáló szerkezet is beépítve, tehát ha kikapcsolom a tévét, 5 perc múlva bekapcsolom, akkor már eltűnik ez a foltosság. De most még így bemutatni nagyon jó lesz. Azt láthatjuk, hogy különböző mezők jelennek meg. Ezek a különböző mezők úgy alakulnak ki, hogy ez egy olyan televízió, ami még a hagyományos elven működik. A televízió készüléknek a hátsó felében van egy elektronágyú, illetve 3 elektronágyú, 3 különböző színű elektron bocsát ki, persze ezek nem színben, hanem sebességben különböznek egymástól, és a nagyobb sebességű elektronokat, azokat hamarabb el tudja téríteni, míg illetve később tudja eltéríteni, míg a kisebb sebességűeket már ezeken a részeken is. Tehát van egy elektron ágyú, egy 3 különböző sebesség, ahonnan 3 különböző sebességgel lövi ki az elektronokat, és ezeket az elektronokat tudom itt eltéríteni. Ha ilyen távol tartom, ott még olyan nagy eltérítés nincsen, de ha közelítem, nézzük csak meg a patkó mágnes, akkor már nagyon jól látszik, hogy milyen figurációt hoz itt létre. Hát most kíváncsi vagyok, hogy vajon ezek a gyenge mágnesek, ezek is mutattak valamit, de vajon egy erősebb mágnes, egy neodímium mágnes, az erősebb eltérítést okoz-e? Hát erre vigyázni kell. Na, nézzük először ezt a lapos mágnest. Hú, ez már szinte az egész képernyőt beteríti. Ez a neodímium mágnes is, illetve még hosszabb. Na most ez a mágnes rúd így egy észak-déli mágnest alkot. Ha eltöröm, akkor mind a kettő megmarad észak-délinek. Tehát a mágneses pólusokat nem lehet levágni egy mágnes rúdról. Ez egy nagyobb mágnes rúd volt valamikor, de ketté tört. Leesett és könnyen törő, ketté tört, és ennek megmaradt az észak-déli irányultsága. Talán ezzel be tudom mutatni azt, amit az elején nem sikerült. Ráteszem az óraüvegre ezt a mágnest, és látjuk, beáll észak-déli irányba ez is. Hát itt sok mágnes van, tehát pontosan nem áll be, mert ezek a mágnesek olyan hatással vannak egymásra, hogy a mágnes tűvel ilyenkor pontosan nem lehet érzékelni az észak-déli irányt. Hát itt is láthatjuk, hogy a pirosnak pontosan észak fele kéne állni, de egy kicsit közelebb viszem hozzá a mágnes rudakat, akkor ezek már elmozdulnak, és nem igazából lehet megbízni bennük. Lépjünk egyel tovább, és azt szeretném ezzel a ábrával bemutatni, hogy a napból jövő részecske sugárzást hogyan tartóztatja fel, hogyan védi le a Föld mágneses pólusa, illetve a Föld mágneses mezője, mint pajzs. Ahogy jönnek a részecskék, beleütköznek ebbe a mágneses mezőbe, és ahogy az előbb elmondtam már, itt eltérülnek. De maga a pajzs, mint ahogy itt látszik, nem olyan, mint 3 diával ezelőtt, hanem torzulni fog. Itt összesűrűsödik a napszél hatására, a másik oldalon pedig kitágul, mert ott már túlhaladnak a részecskék. Nagyon sok részecske itt megpördül, belekerül a Földnek a légterébe, ahol, mint ahogy elmondtam, megsemmisül, de nagyon sok részecske, ahogy a mágneses mezőbe, mágneses pajzsba beleütközik, tovább halad a Föld től távolabb irányba. A lényege az ennek, hogy ha nem lenne ilyen mágneses pajzs, akkor a Földön élővilág sem lenne. Ezért most mutatok egy olyan képet, ami
amire már céloztam az előbb, hogy hogy néz ki az északi fény. Nagyon sokszor az északi fény Magyarország területéről is megfigyelhető. Hát akik magasabb hegyeken laknak, a Kékesről például, amikor erősebb északi fény van, akkor azt megtekinthetik, megfigyelhető. Mi is ez az északi fény? Mi északi fényről beszélünk, de a déli féltekén, a déli pólusnál is van ilyen fényjelenség. A fényjelenség az úgy alakul ki, hogy amikor a protonok és az elektronok becsapódnak a Föld légterébe, akkor ott ionizálják a molekulákat, az ionizálás során pedig fényjelenség jön létre. Ez a fényjelenség az. Na most mikor jön létre ez az északi vagy déli fényjelenség? Hát akkor, ha erősebb a napnak a részecske sugárzása. Ez a részecske sugárzás sokszor olyan erős, lehet, hogy hallottak róla néhány évvel ezelőtt Kanadában a nagy feszültségű rendszerek is leálltak egy darabig, tehát egyszerűen megsemmisültek működni. Az űrhajóban erre különösen vigyázni kell. Egy Mars járó űrhajó, amit most terveznek, hogy talán 20 év múlva már emberes űrhajók is mennek a Marsra, ott különösen nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy hogyan tervezzék meg az űrhajót. Az űrhajó nem csak a nap, hanem a kinti világűrben levő részecske sugárzásnak is ki van téve. A nagy energiájú protonok áthaladnak az űrhajónak az oldalán, és az élő lényeket, hát embereket ott károsítják, tehát halálos veszedelemnek vannak kitéve. Mit kell ilyenkor csinálni? És akkor most jönne a mai előadással kapcsolatos probléma megoldása, hogy valahogy el kell téríteni ezeket a részecskéket az űrhajó közeléből. Egyik megoldás, hogy ólomból készítjük a falat, és akkor az biztos, hogy lefogja, de az olyan nagy energiát kíván, hogy egy óloműrhajót juttassunk el a Marsra, amit szinte lehetetlen a mai technikával elvégezni, meg nem is praktikus. Egy generátort kell elhelyezni az űrhajón, a generátor egy olyan mágneses mezőt hoz létre az űrhajó környezetében, mint amilyen a Föld körül van, és ez a mágneses mező védőpajsként eltéríti a részecskéket. Ez volt egy északi, és akkor azt hiszem, hogy a következő az egy déli pólus körüli fényjelenség. A pólusváltásra mindenképpen ki kell térni. A Föld körüli mágneses mező, illetve a Földnek a pólusossága körülbelül 250 ezer évenként változik. Ezt onnan tudták megállapítani a kutatók, hogy olyan metszett mintákat készítettek vulkáni hegységekben, amik több ezer évre visszamenőleg mutatták ennek a metszetben levő megszilárdult kövezetnek a mágneses irányultságát. És ebből le tudták mérni, ki tudták számolni, hogy hány ezer évenként történik pólusváltás a Földön. Hogy ez a pólusváltás az élővilágnak milyen kihalását vagy károsodását jelentette, ez még kutatás alatt van. Most viszont az a probléma, hogy már 850 ezer éve nem volt pólusváltás. Tehát itt vagyunk a küszöbön, várható, hogy hamarosan pólust fog váltani a Föld. Többféleképpen történhet ez. Az egyik az, hogy egyik pillanatról a másikra megváltozik a pólusa a Földnek, ami északi volt, az déli lesz, illetve fordítva, vagy pedig ennek egy hosszabb idő kell. A hosszabb idő az a jobb a mi szempontunkból, mert akkor szépen vándorol a pólus, és mindig megmarad a Föld körül a mágneses mező. De még mindig nem mindegy, hogy milyen irányú ez. Hogy a napból jövő részecske sugárzás, az hova érkezik, az egyenlítőre nagyjából, vagy pedig a sarkra. Mert ha úgy fordul el a mágneses mező, hogy a pólusok azok az egyenlítőn lesznek, akkor ott nagy veszélyben van az élővilág. Ha egy pillanat alatt változik meg, vagy mondjuk néhány perc alatt, arra az időre, amíg nincs mágneses pólusa a Földnek, nincs mágneses mezője, egy teljes kihalást
okozhat. Hát bízunk abba, hogy ez nem így fog bekövetkezni, és ez a tragédia, ami nem így következik be, hanem minden megmarad úgy, ahogy volt, tehát a szárazföldek, az városok ugyanúgy maradnak, csak élőlények nem lesznek majd ott. Tehát a tragédiának nem a szilárd építmények látják a kárát, hanem az élőlények. Ezt azért mondtam el, és azért tartom fontosnak, mert ha valaki az internetre bemegy, és ott kóborol, akkor előbb-utóbb találkozik ezzel a problémával, és tudja, hogy érdemes megnézni ezt a linket, vagy ezt a honlapot, ami ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Én azt hiszem, hogy mindent bemutattam, amit szerettem volna. A Duda megszólalt, és váltunk, tehát jön a következő előadás. Köszönöm a kitartó figyelmet, további jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánok itt a Varázstoronyban.